Sziasztok! Miután elkészültünk a tetőszerkezetünk, azután a vápa kialakításokkal folytatjuk. Mindjárt fönt, és megmutatom, hogy már fent van egy stafni, ami kialakítja a vápán közepét. Két oldalról teszünk még föl két stafni, tehát ez meg kellett mérnünk a vápalemez szélességét. A másik vámpánkhoz, és kicsit újra terveztük a dolgot, mert végül is úgy alakítottuk ki a vápát, hogy két pallóból állt. Nem voltunk elégedett az ellenléces végeredménnyel, ez viszont ez egy nagyon tuti vápa lett. Így. Végül is ezen a vápán is kicseréltük ezeket a stafnikat inkább pallókra. Ide felpróbáltuk a vápalemezt is. Persze alá még jön fólia és OSB is, de elhelyezkedésleg így fog kinézni. Sziasztok, egy kicsit előre szaladtunk, tehát mögöttem láttuk is egy kis fóliázás darabot. Ugye a vápát elkészítettük. Gyertek, megmutatom, mi ezt így beborítottuk egy fóliával, biztosra mentünk. Ezben lejjebb jöttem egy szinten, hogy megmutassam nektek, hogy milyen lett a széldeszka és a cseppentő lemez, és itt ráadásul már a fóliára az úgynevezett ellenlécek is felkerültek. Azért nagyon különleges számomra legalábbis ez a széldeszka, mert ez az első olyan része a háznak, ami látszani fog, amikor már a ház elkészül. Ez már egy olyan dolog, ami kicsit meghatározó, ezt a szép barna színt választottunk neki, valószínűleg még vissza köszönni valahol a házban. Itt meg tudom mutatni, hogy milyen szép, hogyha belülről is megnézzük, és így találkozik a fólia a cseppentővel, aztán a cseppentő a széldeszkával. Úgyhogy most visszamegyünk a tetőre a fóliázást befejezni, megpróbálok videózni, de nem biztos, hogy túl sokat sikerül, mert ugye ketten rakjuk a fóliát, és mindig valamit fogni kell, vagy a takert, vagy a fóliát, vagy magunkat tartani a tetőn, de azért megpróbálok egy pár képkockával megmutatni, hogy hogy megy nálunk a fóliázás. Közben már felkerült ezek az ellenlécek, és ezekre mentek a cseréplécek. Látjátok, hogy így ül föl egy cserép a cseréplécre. A cserepek adatlapján pontosan megvan, hogy hány centire kell lennie a léceknek. Ricsi készített is egy ilyen 35,5 centis távtartót, amit ott láttok. Ezzel dolgozik, arról készítettem videót. A tető legfelső részén kívülre fog jönni a fólia, ez úgynevezett kalap lesz, ezért itt a fólia előtt föl kell rakni majd ezeknek az ellenléceknek a meghosszabbítását. Ricsi rátette ezt a kalapot, amit múltkor mondtam, ez a szellőzés segíti elő, és így már erre is rákerültek a cseréplécek, tehát az összes rajta van. Itt még láttok új dolgokat, ezek a vasak, ezek a gerincléc tartó vasak. Itt látok is egy olyat, ami már benne van ez a léc ebbe a tartóba, és erre jönnek majd rá ezek a kúpcserepek. És itt pedig Ricsi nagyon szép kis mintát kirakott nekünk, persze nem nekünk rakta ki. Az a következő lépés, hogy ezeket a csatornavasokat le kell hajlítani. A csatornának kell egy nagyon-nagyon pici lejtés, úgyhogy ezt a hajlítást mindegyiken egy picit arrébb kell elvégezni, hogy egyre lejjebb engedjék majd a csatornát. Ez végre egy kényelmes munka, nem kell hozzá a tetőre menni, és akkor itt vannak berajzolva és beszámozva ezek a csatorna tartók. Itt látszik, hogy ez a vonalka, ez egyre lejjebb megy, és ez pedig a hajlító, nézzük meg, hogy működik.
hete videóztam a csatorna tartókos videónk, és a két hét alatt beköszöntött az ősz, úgyhogy ezért vagyok itt felöltözve. Tudom mutatni nektek, hogy ez egy jó hosszú oldal, és ide is, és mindenhova máshol felkerültek a csatornatartók is, és láttok még különböző dolgokat ott a csatornatartók fölül. Közelebb érve látjátok, hogy Ricsi fel is próbált néhány cserepet, de így látjátok, hogy ezekre a kis fésükre, hogy ráül a cserép, ez pedig egy ilyen szellőző rácsit, nyilván azért van, hogy ez az egész cserép alatti terület nagyon szépen át tudjon szellőzni, ez nagyon fontos, és maga a rács pedig azért van itt, hogy semmilyen madár, vagy rágcsaló, vagy akármit ne tudjon beköltözni, mert ezt nagyon szeretik. További változás a tetőn, hogy elkészültek a vápák, ehhez kellett ez a vápalemez, és akkor ezeket a vápatartó füleket, ezt ilyen maradék vápalemezből Ricsi gyártotta, azért kell ilyenekkel megfogni, mert a vápát nem szabad átfúrni, vagy átszögelni semmivel, hogy nehogy ugye beázzon a tető, tehát nehogy a víz bárhol alá tudjon menni, át tudjon fújni, ezért van ez a nagy átfedés is. És akkor itt van még egy ilyen plusz szivacs, így fog találkozni ezen a szivacson majd a vápa cserepekkel, egész, hát kb. Ide a vápa, ennek a vápa oldalnak közepéig be fog lógni majd a cserép, ezt majd látjátok. Most igazából készen van az egész tető a cserepek fogadására, végére értünk ennek a történetnek, és akkor a következő részben mutatom majd be a cserepezést. Köszönöm, hogyha velünk tartottatok, ha tetszett, iratkozzatok fel. Sziasztok!